Sziasztok, én Keresztesi László vagyok. A Samsung Galaxy S20 sorozatról már két videót készítettem. Az elsőben bemutattam maga a telefonokat, a másodikban az S20 Plus-szal készítettem egy kameratesztet, és most a harmadikban elhoztam nektek az S20 Ultrát. Részletes telefonbemutatót most nem fogok csinálni, mert azt már megtettem, úgyhogy ha szeretnétek tudni, hogy hardveres oldalon hogy teljesít az S20 Ultra, akkor nézzétek meg a korábbi videóimat, majd belinkelem a leírásba, de itt fent is meg tudjátok majd nézni. Amiben eltér az S20 Ultra a másik két modelltől, az a kijelző mérete, ami már 6,9 inches, minden más paraméterben megegyezik. RAM-ból 12 GB-ot kapunk, akkumulátor 5000 mAh, amit itt már maximum 45 watton lehet tölteni, de a dobozban itt is csak 25 wattos töltőt találunk. Az S20 Ultrát kizárólag 5G-s változatban lehet megvásárolni, valamint hazánkban még az 512 GB-os változat nem elérhető, legalábbis én nem tudok róla, de érdemes tudni arról, hogy abban a modellben 16 GB RAM található. Na de nézzük a lényeget, a kamerákat. A fő kamera egy 108 megapixeles f/1,8-as, optikailag stabilizált. Találunk egy 48 megapixeles f/3,5-ös periszkópos kamerát, amivel 10-szeres hibrid zoomot kapunk, és fényképeknél maximum 100-szoros digitális zoomot. A harmadik kamera egy 12 megapixeles f/2,2-es ultraszéles kamera, és van még egy 0,3 megapixeles 3D TOF kamera. Előlapon pedig egy 40 megapixeles f/2,2-es lencsét találunk. A kamera funkciókat megtaláljátok az S20 Plus kamerateszt videómban. 4K 60 fps-nél itt is 10-szeres zoom elérhető, de ha 30 fps-ben videózunk, akkor már 20-szoros nagyítást kapunk, amíg az S20 Plusnál ez 12. Ötszörösig teljesen vállalható a felvétel, de a 20-szoros nagyítás is olyan, hogy a témát ki lehet még rendesen venni, igaz már a minőség nem annyira jó, de még elfogadható. Itt jegyezném meg, hogy aki nyaralásokat vagy családi eseményeket akar megörökíteni a telefonjával, vagy akár vlogolni is akar vele, akkor nagy valószínűséggel úgyis gimbal-lal fogja használni a telefont, de jó, ha tudjátok, hogy mivel fejnehéz a telefon, ugye a kamerák miatt, ezért a foglalatba teljesen be kell tolni, hogy ki tudjuk ezt stabilizálni, de ebben az esetben nem tudtok mikroportot rákötni a telefonra, illetve ha széles látószögben videóztok, akkor a gimbal egy része mindig látszódni fog a felvételen. Nem tudom, hogy ez valakit zavarná, de minden esetre ezzel legyetek tisztában, hogyha ezt a telefont vásároljátok meg ilyen célokra. Amikor a borúseget videóztam, a telefonon sokkal több részlet volt kivehető, mint szabad szemmel. Amikor felnéztem, csak egy fehér pacát láttam, de a telefonon szépen megjelentek a gomoly felhők. Amit az S20 Plus tesztjéből kifelejtettem, az az automata fókusz. Kíváncsiságból kipróbáltam széles látószögnél, ott nem történt semmi, viszont egyszerre zoomnál hozta a kötelezőt, nagyon gyorsan és pontosan reagált. Aztán átváltottam ötszörös zoomra, érdekelt, hogy ott mi történik. Viszonylag hamar ráfókuszált a tenyeremre, de amikor elvettem, elég sokat kellett várnia, hogy ismét éles legyen a fű. Nyilván normál látószögnél számít inkább a fókusz, de azért érdekességképpen megmutattam. Fényképeknél elérhető a 0,5, 1, 2, 4, 10, 30 és 100-szoros digitális zoom. Ténylegesen használható fényképeket 10-szeres hibrid zoom még lehet csinálni. 100-szorosnál már csak egy pacát látunk. Itt is használtam az Osmo Mobile-t, de még stabilizátorral is elég nehéz témán tartani a telefont, apró elmozdulások így is ugrást jelentenek a képen. A főkamera miatt készíthetünk 108 megapixeles fotókat, ekkor 6-szoros zoom érhető el. Ebben az esetben egy fotó nagyjából 10 megabájtot foglal. Nagyjából 2,5 méterről fotóztam le a könyveimet, 108 és 12 megapixellel, és rányomva én nem veszek észre számottevő különbséget a fotók között, nagyjából a képek rajzolata megegyezik.
Amikor 12 megapixellel fotózunk, akkor 9 pixelt sűrít egybe, így elméletben sokkal részletgazdagabb a kép. Az S20 Ultrát 8 GB RAM-mal és 128 GB-os belső tárhellyel poton 485 ezer forintért már meg tudjátok vásárolni. Hát lényegében én ennyit szerettem volna elmondani ebben a videóban, hogyha teljes képet akartok a telefonról, akkor ahogy már mondtam az elején, nézzétek meg az S20 és S20 Plus bemutató videómat, ott a specifikációkat, hardvert, mindent megismerhettek. A második videóban bemutatom a telefon kamerás funkcióit, és felvételeket is láthattok belőle, és ebben a videóban pedig kifejezetten a S20 Ultrának a kameráit próbáltam megvizsgálni, ugye itt a 100-szoros digitális zoomot fényképeknél és a 20-szoros szintén digitális zoomot videóknál próbáltam hát elemezni, hogy mennyire használhatóak. És miután elköszöntem, bevágok még egy-két videót és fényképet, amit a telefonnal készítettem. Hát én köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, osszátok meg, iratkozzatok fel a csatornámra, kapcsoljátok be a harangot, hogy ne maradjatok le az újdonságokról, van Facebookom és Instagramom, link a leírásban, és szerintem, szokás szerint 5 nap múlva jövök egy újabb videóval. Addig vigyázzatok magatokra, sziasztok!